Ha igazából diák vagy és fejlődni szeretnél, ez a te helyed. Nem csak szakmailag kell felkészíteni a diákokat, hanem mentálisan is oda kell állni melléjük, hogy oké, okay, tudja, otthon meg tudja csinálni, de a dolgozatnál mégsem. Ha valaki most felmegy a rapidmatek.hu-ra, akkor azt látja, hogy már nem nagy adunk csak matekos kurzust. Most már konkrétan ott van a többi tantárgy. Sziasztok, én Schulz Gábor vagyok, ez pedig a Szerinted csatorna üzleti podcastje, a Young Guns. A mai vendégem Gódor Zola, aki biztosan nagyon sokszor hallotta azt a mondatot, hogy én hülye vagyok a matekhoz, úgyhogy azt gondolta, hogy változtat ezen, és létrehozta a rapid matekot. A rapid matek a saját nyelvükön és empatikusan tanítja meg a diákoknak a különféle tananyagokat, és időközben létrehozták a legnagyobb edukációs csatornát is itthon. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást. Szia Zola! Szia, köszönöm a meghívást, jó itt lenni! Egy kicsit elmondanád a saját szavaiddal, hogy mi is ez a vállalkozás, amit létrehoztatok? Mi az, amit ti csináltok? El. A felét már említetted, hogy ez a két tipikus mondat, ami így mindenkinek beugorhat a matekkal kapcsolatban, hogy hát én tök hülye vagyok a matekhoz, hát én nem vagyok egy matek zseni, és akkor innentől kezdve, hogy ez a két fokozatú skála létezik, hogy vagy zseni vagyok, vagy hülye. És ugye, mivel legtöbben nem születtünk zseniek matekból, marad az, hogy hülyék vagyunk, és akkor... Na jó, hagyjuk a matekot, hát én hülye vagyok hozzá. Anyu is elhiszi, nem kell házit csinálni, stb. És a rapid mateknak ez volt az elsődleges cél, hogy megmutassuk, hogy ezen a hülye matek zseniskálán rengeteg elég jó érték van, amivel el tudsz boldogulni. Ha neked jó egy négyes, akkor az tök szuper, ha neked éppen hogy csak átmész, az már elég, mert hogy nem tudom, közben meg van három nyelvvizsgád, az is tök szuper. Tehát, hogy megmutatni ezt, hogy nem kell zsenének lenni ahhoz, hogy egyébként vedd a matekos akadályokat. Uh -huh. Hogyha jól tudom, akkor a te végzettséged egyébként közgazdász, tehát nem, nem feltétlenül tanításra készültél. Honnan jött mégis az ötlet, hogy, hogy vagy létrehozzátok a Rapid Motekot? Igen, ez, ez nagyon sokáig dilemma volt, mert két életpályát futtattam egymás mellett. Az egyik a Matek tagozat után az egyetemen végig matekot tanító forma, a másik meg, akit felvettek a közgázra, és akkor először elvégeztem pénzügy számvitelt, aztán vezetésszervezést, aztán még belefogtam a PHD-ba is stratégia menedzsment címszó alatt, és most rámondhatnánk, hogy hát adta magát az, hogy adok a matekos vállalkozást kell csinálni, de az akkor azon a ponton még nem adta ennyire magát, és ebbe az évek munkája van, amíg ezt így két szállat így egybevezettem. Visszaemlékszel olyan pontra, amikor így kikristályosodott így a, a, a vállalkozás ötlete, hogy erre így szükség lenne? Ez így szépen lépésről lépésre ment. Először egy ilyen intenzív kétnapos érettségi felkészítővel indultunk, ami most már kinőtte magát az érettségi fesztivállal, ami 2025-ben már 12 napos lesz mert ott már beveszük a matek emeltet négy napban, és a négy főtant matekban, magyarból, töriből, angolból pedig megvannak ezek az intenzív kétnaposak. De az a pont szerintem akkor jött el, amin éreztem, hogy ebből azért nagyot lehet gurítani, amikor 2019-ben a Corvinus nagy előadóját töltöttük meg ezzel a kurzussal, és amikor véget ért, taps minden izé, lementünk a portára, és a portás azt mondta, hogy hát ő ekkora ovációt meg tapsot nem hallott még ebbe az épületbe, és akkor így néztem, még csak matekosztumbasszus. Uh -huh. És akkor onnantól kezdve. Meglepődött, amikor elmondtad neki, hogy egyébként matekről volt szó. Ja, 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 tényleg ledobta az arcát. És és a, így mentünk bele a 2020-ba, hogy mekkorát fogunk menni. covid Csák. Jelenléti oktatásnak Hello. És akkor utána persze innoválni kellett, hogy a online oktatás azóta meg már tök jól működik hibridben, hogy ott van a nagy előadás, de streameljük élőben. Ha jól tudom, akkor nektek van a legnagyobb ilyen edukációs ö, csatornátok itthon. Ö, van 300 ezer követőtök TikTokon, vannak több milliós nézettségek, szóval egy eléggé ö, brutális platformot építettetek föl. Mi, mi szerinted így a titok? Mert azt gondolnám, hogy nem, nem feltétlenül matekkal lehet majd egy ilyen ekkora méretű csatornát építeni. Igen. Annyit pontosítanék talán, hogy ami a közoktatással kapcsolatos edukációs oldal, mert ilyen biznisz, kriptó, akármi lehet, hogy vannak nagyobb csatornák, de ami ilyen közoktatással kapcsolatos, szerintem ott mi vagyunk már a legnagyobbak minden platformon. Tehát, hogy egyenként szerintem az összes social médiában már nekünk van a legtöbb követőnk. Hát ott szerintem ez a hármas volt a lényeg, ami miatt így beakadtak a videók, hogy szakmai hitelesség, tehát hogy tudjuk azt, hogy mi a fontos és mit érdemes kommunikálni. Emellett az empatikus hozzáállás, az az értem, hogy miért nem érted. Gondolom ezt is hallottátok már sokszor, hogy hát fiam, nem értem, hogy mit nem lehet ezen érteni. Hát amúgy lehet, hogy meg lehet azt érteni, hogy miért nem. És a harmadik meg ez a geek faktor, ez a, hogy belehozzuk ezeket a popkult utalásokat a feladatokba, hogy nem Mari néni kiment a piacra, hanem mit tudom én, Joey hány pizzát rendel a hét bizonyos napján, sokanak mennyi az átlaga, vagy ilyen. Az indulások óta, ahogy te is mondtad, egyébként volt egy, volt egy COVID-os megállító esemény, és ott hirtelen innoválni kellett, de amennyit látok belőletek igazából ilyen folyamatos innovációban vagytok meg, meg folyamatos változásban. Honnan jönnek az ötletek? Mi, mi, az, ami, ami így beindítja nálatok a kreatív folyamatokat? Jó, 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 a kérdés. Nagyon, nagyon ösztönös a sztori, ami így bennem zajlik. Azt szerintem egy nagy előny, hogy, hogy így összetom tudom kapcsolni a dolgokat. Tehát, hogy azt szerintem a magyar piacon első között, vagy lehet, hogy elsőként vettem észre, hogy mennyire fontos az, hogy nem csak szakmailag kell felkészíteni a diákokat, hanem mentálisan is oda kell állni melléjük, hogy oké, okay, tudja, otthon meg tudja csinálni, de a dolgozatnál mégse, a vizsgán mégse, és hogy ezzel foglalkozzunk egy kicsit, hogy miért. Ez egy például egy tök nagy lépés volt. És utána az, hogy még mit, hogyan lehet hozzá kapcsolni, például az érettségi fesztivál, hogy mi az, ami így a tanulással kapcsolatban az emberek fejében van, hogy hát ez egy unalmas, muszáj dolog, akkor tegyük egy kicsit olyanná, hogy, hogy akkor az fán, meg buli, meg ilyenek, és akkor így valahogy így összejönnek ezek. Olyan szolgáltatást akartok nyújtani, egy egyfajta matek netflix ez egy ilyen elég meredek párosítás, nekem, nekem, nagyon tetszik. Erről mesélsz egy kicsit, hogy ez pontosan hogyan is működne? Igen, a Rapid Play videokurzusról van szó, ezzel voltam amúgy a cápákban, a Petya ebbe szállt be, és itt az volt ugye a lényeg, hogy, hogy egy olyan platformot hoztunk létre, amit először a Netflixnek és a TikToknak a közös szerelem gyerekeként hívtam. Hogy, Nem hogy... tudjuk, ez mi annyira szép gyerek lett. Tök szép gyerek lett itt, de hogy Tényleg a, a formátum a videóknak olyan, mint a TikTokot pörgetnéd, uh -huh. hogy nem kell leülnöd ott egy órát nézni valamit tananyagot, hogy megérts, hanem ilyen 5 perces videókban lehet haladni, lehet pörögni. És ugye azért Netflix, mert hogy, hogy egy előfizetéses rendszerbe van ez bepakolva. És most leszünk igazán Netflix, vagy Eduflix, vagy hogy mondjam, mert most már jönnek a többi tantárgyak is. És ez uh -huh. mind benne lesz ugyanabban az előfizetésben, hiszen Netflixen se az van, hogy előfizetsz külön az akciófilmre, előfizetsz külön a romantikus végjátékra. Itt is a matek, a magyar, a töri, az angol benne lesz, és ami az extraja, hogy nem csak a közoktatás hanem mindenféle más fejlesztő dolog, például ilyen pszichoalapok van, vannak már benne, érzelmszabályozás, teszoldás, pont amiről az előbb beszéltünk, súli választás, pályaválasztás, tehát hogy ha igazából diák vagy és fejlődni szeretnél, egyelőre csak Magyarországon, ami magyar nyelvű, de majd meglátjuk, akkor ez a te helyed. Uh -huh. Az biztos, hogy egy ilyen platform fejlesztéshez sok pénzt kell elégetni, ez szerintem én nem tudok így senkinek, aki már foglalkozott ezzel, amikor befektetőket kerestetek, akkor ez volt a fő motiváció? Vagy, vagy egyébként is egy ilyen egy általános működési befektetést akartatok. Inkább az utóbbi, ami a fő fókusz, fókusz volt, hogy csapatot lehessen építeni, mert akkor, amikor én ott voltam, akkor van mensó volt a dolog. És azóta azért nagyon sok irányba fejlődött a csapat. A platform egyelőre csak egy alaprendszer, amibe feltöltjük a videókat, még nem saját fejlesztésű, ugye pont ez a lényeg, hogy ezt nézzük meg, hogy mire, milyen tartalmára rezonálnak, milyen funkciókat szeretnének, stb., ez befektetői tanács volt, hogy fölösleges egyből folyatni a lóvét egy külön applikációba, hogyha még az irányvonalak is kérdőjelesek, mert ilyet sem nagyon uh -huh. még senki, hogy hogy rövid videós oktatási Igen. platform legyen. Nem tudjátok sehonnan megállapítani, hogy mi a jó útvonal még. Igen, de azt gondolom, hogy a social számok azért visszaigazolták ezt, hogy fogyasztható a tartalom. Uh -huh. És uh, amikor ezt így eldöntötted, vagy eldöntöttétek, hogy befektetőre van szükség, akkor hogyan álltatok neki? Ez is egy érdekes történet, nem is tudom, hogy ezt így, ezt így elmondtam el a nyilvánosság előtt. Hoppá. És elmondhatod el a nyilvánosság előtt. <gül> <gül> ja, de egyébként tényleg a, a folyamatnak az első lépése nem az volt, hogy én befektetőt akarok, hanem az volt, hogy tévébe akarok menni. És akkor megláttam, hogy milyen műsorok van, megnéztem, hogy milyen műsorok vannak, és akkor ebből a cápek között volt a legszimpatikusabb, amire azt mondtam, hogy figyelj, szívesen arcom, adom az arcom, a nevem, szívesen szerepelnék. Viszont én tökre nem vagyok az a fake it, you make it figura, hogy oda megyek a marketingért, és akkor úgy csinálok, mint aki befektetőt akar. Nekem egy viszonylag hosszú casting folyamaton volt, mert hamarabb bekerültem a poolba, februárban voltam először, és kb. az évet végül lehet a folyamat, és addig azt nagyon jól mögé tudtam tenni az üzleti tervet, hogy akkor hova kell a befektető, mire kell, mit, mire szeretnénk a pénzt fordítani, úgyhogy nyilván nem is csoda, hogy mindenki adott ajánlatot az öt szápából, mm. és akkor tudtam válogatni, az egy Igen, jó volt egy kis marakodás. Elég erőltetett menetem vagytok túl most így az elmúlt időszakban. Ez ugye mindent gyakorlatilag fel kellett skálázni, csapatot is növeltetek, hogyha, hogyha jól tudom. Hogy néz ki most a csapat? Kik vannak benne? Hát rajtam kívül Bianca, ugye a, aki a párom a, a való életben, a Rapidmatek Univerzumban, pedig a marketing kommunikációs, meg egyébként az Olimvánban van a, az aláírása, az e-mail aláírása van. <laughs> Meg a, a sok támogató tevékenység, ugye, ami nekünk a kor tevékenység, mint a social media jelenlét. Ott van profi videós csapat, van profi csapat, aki a képi anyagokat gyártja, van automatizációért felelős stáb, van, aki ugye a, a, a webes megjelenéseinket biztosítja, és akkor nyilván az unalmasabb részek az ilyen könyvelés, jogi háttér, stb. Akkor még ez egy, egy eléggé lapos szervezet, ahol így nagyjából neked kell így összefogni így a folyamatokat. Um, igen, a lapos szervezetet, azt jól érted, de szerencsére talán inkább Biancának kell összefogni. Aha. de a... csak videózol. Én meg csak beülök, eljövök, beszélgetek. Ja, jól látod, igen. Néha felmegyek a színpadra. És milyen együtt dolgozni a pároddal? Milyen, milyen együtt dolgozni Biancával? Azt hittük, Csak azt mondhatod, hogy nagyon a, a, jó. Azt hittük egyébként, hogy, hogy ez sima lesz, meg móka és kacagás, mert hogy amúgy intenzíven egy éve dolgozunk együtt, pont most ünnepeljük az évfordulót, mert tavaly szeptemberben kezdtük el, de előtte már sok mindenben segített, az tök jól működött, stb. Nyilván jöttek a tanácsok, hogy hát azért figyeljetek oda, figyeljetek, oda, adjad már, izé, tehát, hogy tök jól vagyunk, COVID, alatt, COVID előtt jöttünk össze egy picivel, utána állandóan együtt voltunk, mert nem lehetett hova menni, sima lesz ez gyerekek. És... Viszont utána most, most azért tényleg nagyon intenzív volt a 24 első fele, és azt láttuk, hogy baszki, csak dolgoztunk. És akkor most egy kicsit vissza kellett találni egymáshoz, mint pár is, hogy, hogy, nem csak a melóról szól az élet, hanem, hanem ez amúgy egy párkapcsolat, aminek egy hasznos hozadéka az, hogy, hogy mondjuk bármikor tudunk mítingelni. Volt egyébként a covid kívül olyan mélypont, amikor így bizonytalankodtál, vagy bizonytalankodtak abban, hogy ez, hogy ez, hogy ez működni fog? Hát, mivel nagyon innovatív ötletekkel állunk elő, ezért mindig bizonytalan, hogy akkor ez most uh -huh. fog elműködni, nem fog e működni, de ami így, ami így nagyon megrottyantott volna, vagy nagyon szívemre vettem volna, hogy hú, ez most nem sikerült, olyan, olyan, nem tudnék felidézni, de ezt inkább oda vezetném vissza, hogy, hogy azért ebben rengeteg meló van, így személyiség fejlesztés terén is, önfejlesztés terén is, hogy, hogy azért a helyén tudjam kezelni a dolgokat, és akkor tudjam, hogy talán mi a következő lépés. Úgyhogy alapvetően igyekszünk ezzel a megoldó hozzáállással menni, hogyha van valami, akkor, akkor ez azért van ez az akadály, hogy megugorjuk. De hát ezt tanítjuk a diákoknak is, szóval Hiteltelen lenne, ha nem hata, van, így jaj, jaj. Ha jól tudom, akkor a, a célkötőzés 100 millió forint bevétel, val, valahol ezt láttam, olvastam, nem tudom, de hogy ez, ez megmaradt így nekem nagyon. Szerinted mikor, mikor lesz, amikor erre pukkanthatjátok a pesgőt? Milyen messze van ez? Hát ugye a Petjának azt ígértük, hogy az első évben meg lesz, meg lett. Aha, <laughs> ez kész. <laughs> Úgyhogy a, ugye az volt utána a következő mondat, hogy a következő évben egy milliárd. <laughs> úgyhogy ez, De erős. Úgy, hogy ez, ez, most a nagy falat lesz, úgyhogy igen, alázatosan próbálunk menni, és nem ilyen. De gondolom van erre egyébként reális tervetek, hogy, hogy ezt hogy lehet. Menni. Ehhez, ehhez nagy valószínűséggel nem elég a magyar piac amúgy. Uh -huh. És akkor ez nem is olyan távoli jövő gondolom, akkor ez a, ez a külföldi terjeszkedés. Nem. Hogyan tervezitek a tartalmakat honosítani? Itt két út van, ami eddig szóba került. Nyilván a, a, mind a kettőnek megvan az előnye-hátránya. Az egyik az, hogy megtaláljuk mondjuk a lengyel Zolát, és akkor elkezdünk vele együtt működni, tartalmat gyártani. Látja, hogy mekkora elérésünk van, látja, hogy mik a best practices-ek, át tudjuk emelni mondjuk a lengyel piacra, most mondtam valamit. De hát amilyen tempóban fejlődik az AI, hát lehet, hogy én fogok lengyelül beszélni. Igen. Tud, igen. Nagyon durva. Teszteltetek már ilyet egyébként? Elkezdtük tesztelgetni, de Gyerekcipőben. Uh -huh. uh -huh. Ugye ez az egyik része a dolognak, hogy egyébként végtelen lehetőség előtt álltok. A másik része meg az, hogy mindenki próbál másolni titeket, vagy legalábbis nagyon sokan próbálják. Ugye ez várható volt, gondolom azért számítottatok rá. Mit tudtok ezzel csinálni, vagy foglalkoztok ezzel egyáltalán? Van az az egy-egy olyan pont, amikor így már az adott emberekre, vagy adott szervezetek képviselőire így ráírok, vagy rápingelek, hogy figyelj, Cserél le a marketing csapatodat, vagy remélem nem kapnak nagy fizetést, mert, mert ezt én dolgoztam, a mi ezt oldalunkra szedték, is. vagy ilyesmi, de, de hogy nyilván nagy se akarok lenni, tehát hogy, hogy ez lehet, hogy nem minden esetben másolás, hanem inspirálódás innen-onnan, mi is nyilván nézünk innen-onnan videókat, mondjuk ez nyilván inkább jellemzően külföldről. De hogy, hogy ez benne van. Tehát nekem a nap végén az a fontos, hogy a diáknak legyen jó. Tehát, hogyha minél több platform van, amik közül választhat, és akkor neki az a szimpatikus, és nem a mi megoldásunk a szimpatikus, őszintén nem érdekel, az a lényeg, hogy ő megtalálja azt a megoldást. É. És hogyha ez ahhoz vezet, hogy most van ilyen egymástól inspirálódás, vagy másolás. A másolás az, az egyenlen egyszerűen, mert akkor nem önmagát adja az a tanár, hanem, hanem minket próbál adni, de hát érted, hogyha minket próbál adni, akkor valószínűleg minket fognak választani. De a nap végén tényleg ez a lényeg, hogy hogy a, a diákok tudjanak fejlődni. És hogy lehet megszólítani egyébként egy ilyen, egy ennyire fiatal közönséget? Mi az szerinted, ami, amivel így fenn lehet tartani úgy az érdeklődést, hogy az értékes is legyen? de ne csak, egy, ne csak, az érdeklődést tartsuk fönn. Egyrészt szerintem nekünk tartalomgyártóként az a feladatunk, hogy mi formáljuk azt, hogy milyen tartalom legyen, tehát hogy többnyire azért nem olyan tartalmat gyártok, ami, ami, nekik kell szerintem, hanem amit én szeretnék nyújtani. Ez fontos. A másik meg az a, az a kommunikációnak a lényege, hogy tökre partnerként vannak kezelve. Tehát, hogy nem egy ilyen magas lóról vagy elefántcsonttoronyból beszélünk, hanem figyelj is, panok vagyunk, segítünk, izé, Tehát hogy de ettől függetlenül nem az a szent grál, amit mi adunk, hanem ha neked van másik módszer, az is tök jó, de hogy egy ilyen mellérendelt kommunikáció van, szerintem ez sokat segít. És mire vagy a legbüszkébb a, a, a vállalkozással a kapcsolatban? Hát a visszajelzésekre, amiket kapunk, tehát hogy amikor egy két napos kurzus után azt mondják, hogy bár csak ilyen lenne a súliba, vagy kár, hogy vége, vagy, vagy a most, hogy máskor 45 percet alig bírod ki ott a súlis matek órán, és itt meg ilyen másfél órákat lenyomunk, és mi más szünet van, meg, meg ilyenek, meg hogy itt tényleg a nem tudom, random megyek ide-oda-amoda, fesztivál, kávézó, stb., és akkor borulnak az arcok a nyakamba, hogy neked köszönhetem az érettségimet, meg ilyenek. Ez, ez, ez a top. Tök jó. Mi a következő nagy lépés? Biztosan van egy új mérföldkő a csőben. Igen, tehát hogyha valaki most felmegy a rapidmatek.hu-ra, akkor azt látja, hogy már nem nagy adunk csak matekos kurzust, úgyhogy most egy ilyen nagyon kemény átbrendelési folyamat történik, ugye a cég is már Rapid Education Kft., szóval a Rapid Matekból megyünk át a Rapid Edu irányába, hogy tényleg látszódjon az, hogy ez már nem csak matek, hogy ezt egyébként a Tomán Szobina is mondta már a műsorban, hogy ez már nem csak matek, már akkor is, de hogy most már konkrétan ott van a többi tantárgy. Még a 24-es érettségi fesztiválon az volt, hogy meg volt a két nap matek, és akkor egy-egy napba belekóstoltunk a töribe meg a nyarban, most már mindenből két nap, tehát nem a matek kiegészítői lesznek, hanem önállóan is megállnak hogyha valaki matekból jó, attól még jöhet a törére. Tehát nem kell az, hogy a rapid matekot keressem, vagy matek, és akkor ha jó, ha már ott van, akkor megveszem a bérletet, és akkor jöhet a többi is, hanem tényleg innentől már a többi tantárgy a platformon is, központi felvételi, ott is magyar matek, mentális támogatás, módszertani támogatás, úgyhogy a három ember már 4M formula. Wow. Van minden, jó. Nem péntek sokat. <laughs> Nagyon köszönöm, Zola, hogy megosztottad velünk a, a sztorit és nagyon inspiráló volt egyébként a, a, a téma, amiről beszélgettünk. Most jöjjön egy quiz, ezt a Binance-el közösen alkottuk meg, és kriptóval kapcsolatos, a Binance a legnagyobb kriptotősde a világon, és a quiznek az eredménye fogja befolyásolni azt, hogy a közös nyereményjátékunkban mennyi ajándékot fogunk kiosztani a nézők között. Úgyhogy... Még szerencsé, hogy nem úgy vagyok tele nincs, Úgyhogy nincs, nincs, szinte semmi felelősséged. Semmi. Három kérdést fogok feltenni, mindegyikre adok majd ABC opciót, meg egy kis segítséget, és, és rajta a világ Egyébként nem tudom, hogy te foglalkozol-e kriptóval, akkor ez még izgalmasabb lesz ez <laughs> Oké, okay. Szóval az első kérdés, mi az a bitcoin felezés? Két válasz is van. Négy évente bekövetkező esemény, amikor a bányászatért járó bitcoin jutalmak lefeleződnek, vagy... Ebből a szavak felét nem értettem, de majd tovább. De gyakorlatilag arról van szó, de elmondom a B választ, ez négy évente mindenki kriptopénztárcájában megfeleződik a benne tárolt bitcoin mennyisége. Mondjuk ez utóbbi nem hangzik úgy, mint aki megérné. szóval Maradhatunk az állnál. Egyébként ez a, ez a felezés ez arról szól, hogy a bitcoinokat, a, a még ki nem bányászott bitcoinokat, szervergépeken futó programokkal tudják bányászni, és négy évente a kód egyel bonyolítja a kibányászásnak a, a metodikáját, és ezért aztán évelein volt egy, egy felezésünk, és ezért most arra már kétszer olyan nehéz kibányászni ugyanannyi kapacitással, Aha. meg ugyanannyi energiával egy bitcoint. Úgyhogy ez szépen feleződik, és ez mivel matekos vagy, ez, ennek van egy nagyon gyors csökkenése. Exponenciális görbe. exponenciális csökkenés, aminek köszönhetően az utolsó bitcoint majd valamikor 2140-ben fogja kibányászni. úgyhogy egyébként a bitcoinoknak a nagy részét azt már most arra kibányázták, szóval ez még izgalmasabbá teszi. Figyú, egyből egy, pro. <laughs> Mennyi időt vesz igénybe átlagosan egy bitcoin tranzakció visszaigazolása? Itt három válasz is van. 15 másodperc, 2 perc és 10 perc. És a segítség, amit ehhez tudok adni, hogy van egy trilemma, egy olyan probléma, aminek három része is van, és ennek az egyik lába, ennek a problémának az, hogy a sebesség. Hogy mekkora a sebesség az adott hálózatnak. És ugye a bitcoin az első kriptó, Aha. ahol azt gondolták, hogy elég lesz a sebesség. De mégsem. de mégsem. Jó, hát nyilván rávágtam volna az át, mert hogy érted, elektronikus történet, tranzakció, mit tudom én, de akkor legyen C. Igen. Egyébként nem, nem tudom, miért nem a B-t választottad. Az, két percet én beugratósnak raktam. De tényleg 10 perc, barom is sok egyébként, hogyha belegondolsz, Jó. hogy egyébként kriptó, meg új pénz, meg, meg hálózat, és 10 percet vesz igénybe. Ultra biztonságos viszont ennek az az ára, hogy, hogy ilyen kvázi lassú, sokkal lassabb, mint egy hagyományos tranzakció. Ja. Ezért van szükség nagyjából más kriptopénzekre is, meg más hálózatokra. Uh -huh. A harmadik, a világon található ugyanazon a helyen Steve Jobs és Satoshi a motószobor, uh -huh. Satoshi a bitcoinnak az alapítója. Uh -huh. Ez egy ember, vagy egy csoport, vagy egy valaki, nem tudjuk melyik, hogy kicsoda ő. Az, hogy van szobra? Az, a szobor az nagyon trükkös egyébként, mert hogy egy csúkás, egy hacker gyakorlatilag, eee. akinek az arca egy tükör, úgyhogy ha belenézel, akkor te magad is. Uh -huh. Mert hogy a bitcoin mindannyiunké. <laughs> <laughs> szóval a három válasz, Cupertino, Kalifornia, Dubaj vagy Budapest. Jó, figyelj, akkor annyi segítséget adok, hogy egy helyen van az, a, két szobor, és 50 méter távolságra van, séta távolságra. Na figyelj, akkor Budapesten nem hiszem, biztos hallottam már volna róla, és kiderül mégis figyelj. Izé a, azért a cupertino én ezt a Jobshoz tudom kötni, úgyhogy lehet, hogy azért írtad be, hogy ez így félrevezessen, hogy legyen a Dubai. Egyébként a Cupertino valóban, ez egy félrevezető volt, de nem Dubaj, hanem Budapesten Ne viccelj már velem. A Graphics of Parkban van, Istenem, mind a két szobor. hogy kuncottál gondoltam én ezt. Jó, szuper! Minden a mérleg az pozitív irányba. Figyelj, a... teljesen jó, 3-ból 2, pro. Volt srácok a három per 3-at. pedig. Nagyon köszi, hogy végigjátszottad velem a quizzt. Hogyha pedig ti szeretnétek játszani velünk, akkor mindenképp nézzétek meg a Binance nyereményjátékát, amihez találtok egy linket a leírásban. Hogyha pedig tetszett a műsor, akkor mindenképp kövessétek be a szerintet csatornát, meg Zolaik csatornáit is, ehhez is találtok majd a leírásban linkeket. Találkozunk a következő videóban.